Az első exponált képektől, ami 1966 áprilisi szünetében, tavaszi szünetében készült, a fényképezőgépet a tanári fizetésemben vettem akkor részletre, és hazamentem a tavaszi szünetre, és a falumbeli emberekről, a házaikról, növényekről, virágokról, fákról, templomról, minden, ami a faluban volt, és minden, amit értéknek gondoltam, és fontosnak éreztem. Az első képek itt vannak, bal oldalt látszanak a parasztházak és azok a arcok, amit ott készítettem. Az utolsó pedig, ami a kiállításon szerepel, egy égbe fagyott Krisztus, amit ez év január második felében valamikor csináltam. Gyakorlatilag az egész kiállítás a könyveimre épül. Eddig 12 albumom jelent meg. Az első talán számomra is a legkedvesebb, még 1974-ben, ez a református temetőknek a sírjeleit tartalmazza. Az utolsó könyv a Kálváriák Passió címmel jelent meg, tavaly húsvétre, hát lassan egy éve. És a fejfákat követte a Mindörökké, ami temetői meg útszéli Krisztusokat mutatott be, majd a székelyföldi kapukat, Székelykapuk címmel jelentettem meg. Gyakorlatilag minden könyvből szerepel kép. Tematikailag azt hiszem, hogy képet ad arról, hogy mivel foglalkoztam és miket fényképeztem eddig. Az volt a szándékom, hogy a kereszt, ami a legrégebbi keresztény szimbólum, ne a megszokásos formájában legyen kiállítva. Azért gondoltam arra, hogy az egyik oldalon Krisztusok és Máriák legyenek, a másik oldalon pedig azok a parasztemberek, akik rendkívül nehéz körülmények között éltek, és minden boldog percért tulajdonképpen meg kellett szenvedniük. Tehát a szenvedő Krisztus oldalára, másik oldalára a szenvedő embereket akartam kitenni. Ezek a képek meditációk hitről, csöndről, a lélek csöndjéről vallanak. Itt állnak előttem a képeim egybegyűjtve, amelyeket az elmúlt évtizedekben készítettem. Angyalokról, keresztekről, emberekről, Krisztusokról, Máriákról, és itt állok előttük én is. És egy ilyen életmű kiállítás kapcsán felmerül az emberbe, hogy vajon milyen színeket használtam, vajon át tudtam-e menteni a lélek fényét, amit ezek az arcok, Krisztusok, Máriák, angyalok sugároznak.